Hát a legfontosabb, a legnagyobb problémánk ez az útviszonyok, amik a Beregszász felől, a nagyberegi kistérség fel ez az útszakasz, ami drasztikus állapotban van, meg a bekető utak végül is a falak, amik hozzánk tartoznak. Első alkalommal a Szürtei Egyesülést vettük górcső alá, majd a Csapit térképeztük fel. Ezúttal a nagyberegi kistérségbe látogattunk el. A beregi kistérségben a legnagyobb probléma a földekkel, amit át kell eltároznunk, amit tisztán lássuk az egészet, hogy ki használja ezt a földet, ki adózik utána. Ez szerint elég nagy káosz van, de ezt gondolom, hogy az év végéig, hogyha sikerül ezt rendbe rakni, ezt az egészet, akkor nagyon jó, de gondolom, hogy még lehet kicsit tovább is elfokozódni. Pénzügyileg nem állunk rosszul végül is, a költségvetésünk az 48 millió egy évre, 23,8 millió ez az államtól, ami kimondottan csak a tanárok fizetésére megyen, és ez úgy jön ki, hogy a többi technikai személyzetnek a fenntartása, meg az óvodásoknak a fenntartása, minden a kistérségnek a költségvetéséből megy. Hát a legnagyobb bevételi forrásunk a földek, a földadó, meg a beregi kistérségnek, a beregszászi járásnak, a beregi kistérségen van a 75% az erdőknek, honnan még vannak ilyen pénzforrások. Viszont az még a hátrányunk az erdővel kapcsolatban, hogy a beregszászi erdészet, ez Beregszjárosiban van beregisztrálva, és a több az adónak a nagyobb része ez a beregszászi kistérségbe megyen, viszont az erdőket meg itt vágják a mi kistérségünk területén. Ezzel bepróbáltunk lépni. Hát a legfontosabb, a legnagyobb problémánk ez az útviszonyok, amik a Beregszász felől, a nagyberegi kistérség fel ez az útszakasz, ami drasztikus állapotban van, meg a bekető utak végül is a falak, amik hozzánk tartoznak. Most megpróbáljuk a Beregújfalusi útszakaszt, a bekető utat Beregújfalu felé, ez úgy jön ki, hogy egy társszerződés, a Služba miszterek automobilnek dorik, mi utalunk 500 ezer gémját, a másik felét azt ők adják, és akkor úgy néz ki, hogy lesz egy ilyen kátyúzás, igen, amit tudunk most csinálni, meg szeretnék itt a beregi kis térségbe egy, az utca neve Mező utca, ott elég ott is drasztikus helyzet, első vonak ott nem lehet közlekedni abszolút. Sütő Lajos, a nagyberegi kis térség első polgármester helyettese kendőzetlenül beszélt az új közigazgatási struktúra hiányosságairól, buktatóiról és jövőjéről. A kistérségi önkormányzat, a képviselőtestületek, és itt értem leginkább a nagyberegi képviselőtestületet, a munkája sok esetben gátolva. Akadályozva van, politikai ambíciók, némely képviselők és politikai pártoknak köszönhetően. Sokan azt vallják, hogy minél rosszabb, nekik annál jobb. Minden megnyilvánulásokban, a tanácsüléseken, a cél keresztbe tenni, akadályozni az önkormányzat munkáját, akadályozni a polgármester tevékenységét, és utána nyugodt szívvel hirdetni, illetve terjeszteni azt, hogy nem csinál senki semmit. Elsősorban megpróbálunk a 2022-es évre kiválasztani egy nagyobb volumenű építkezést. Ugye ez az országos fejlesztési alaphoz fogunk beadni egy objektumot, ami gondolom egy olyan 6-7 milliós kiadást, aminek a 10%-át az önkormányzat, vagy esetleg több százalékát magára fogja vállalni. Azon kívül folyófelújítások, az intézményrendszerünknek a korszerűsítése. Vannak itt kérdések a nagyberegi oldalba, Kovászó iskolába komoly gondok vannak ott elsősorban, a fűtési rendszert kell felújítani. A igazgató úrral ezt a kérdést már egyeztettük, a napok, hetek kérdése is elindulott a Kovászó iskola fűtési rendszerének a felújítása. Kárpátház civil szervezet, illetve Péter Csaba megyei képviselőnek köszönhetően ugyancsak napok, hetek kérdése a Beregújfali Kultúrház kapitális felújítása, amit ők vállalnak magukra. Mi ehhez adjuk a dokumentációt, illetve a háttér segítséget. Hála Istennek Beregújfaluban az óvodánk, az iskolánk, az egészségügyi központ az rendben van. Na, itt még vannak itt velünk szemben a nagyberegi óvoda, kultúrház és a postahivatal, ugye ez egy komplexum ennek a tetőszerkezetének a felújítása, ami ugyancsak aktuális, erre is keressük a forrásokat.
Ugyanez vonatkozik Alsó Remetére, az Alsó Remetei óvodába is szükségeltetik egy teljes körű felújítás, de ott vannak más egyéb tervek is. A magyarság szervezetek segítségével esetleg a valamikor felépített és 20 éve romba dőlt Remetei Kultúrházzal van kapcsolatot visszaszedni egy épület, tehát egy emeletet, és esetleg önkormányzati költségvetési finanszírozásba, illetve a magyarság szervezetek által magyarországi pénzeknek köszönhetően ott kialakítani egy óvodát, amire nagyon nagy szükség lenne. Kárpátalján a nagyberegi kistérség dolgozik a legkisebb aparáttal. Tehát mindenki plusz feladatot vállal, de hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy az anyagi háttér a beregi kistérségnek stabil, kiszámítható, és az a legfontosabb. Nemrégen fogadtuk el a 2022-es évre a helyi adókat, amelyeket már úgy állítottuk össze, hogy lássuk, illetve kell, hogy lássuk az alagút végig.